az állampolgársági kérelmek száma és az állampolgárság megállapítás iránti kérelmek száma nem csökken lényegesen, úgyhogy amit ígértünk, azt be tudjuk tartani. A ciklus végén meg lesz az 1 millió új magyar állampolgár. A nemzetegyesítés eredményeiről számolt be Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Kisvárdán, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendezvényén a külhoni magyar pártok vezetői is jelen voltak. Mindenki van egy közbiztonsági ellenőrzés, egy közigazgatási ellenőrzés és egy nemzetbiztonsági ellenőrzés. Állampolgársági esküt mintegy 780 ezeren le is tették, plusz 70 ezer olyan ember van, akinek a nyugati diaszpórában állapítottuk meg a magyar állampolgárságát, tehát 780 meg 70, összesen 850 ezer új magyar állampolgár van, mióta meghirdettük 2010-ben a nemzetegyesítésnek a politikáját. A nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen Kelemen Hunor, a romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy fogalmazott, júniusban már visszaszerezték Szatmár Németit, amikor Kereskényi Gábor lett a település polgármestere. Beszédében felkérte azokat a magyar állampolgárokat, akik a román állampolgárságukat is megőrizték és Magyarországon vagy Nyugat-Európában élnek, hogy regisztráljanak és éljenek a szavazati jogukkal, akár a levelezéses voksolási módszerrel, hogy további sikereket érjenek el a romániai parlamenti választásokon. A regisztráció már elkezdődött, és minden bizonyára szeptember végéig fog tartani. Ez alatt lehet regisztrálni, és levelet kapnak otthon, a levélben szavaznak, a levelet visszaküldik, akár csak a magyarországi módszer hasonló módon működik a romániai levelezéses szavazás is, és az a közel 3 millió román állampolgár közöttük sok százezer magyar ember is, aki külföldön él, jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy milyen lesz a részvétel, és hogy kik jutnak be a parlamentbe. A magyar szavazatok pedig azért fontosak, hogy az erős parlamenti képviseletet, az arányos parlamenti képviseletet lehessen megőrizni, tudjuk megőrizni. A kerekasztal beszélgetésen az is elhangzott, miután világnemzetté váltunk, nem lehet közömbös számunkra, hogy mi történik a szomszédos országok magyarságával. Ezért is fontos a parlamenti választáson mindenki részvétele, így a Magyarországon élő románokat is bíztatják arra, hogy tegyék le voksukat az évvégi szavazáson.